ha addig nézzük, hogy 5-0, addig nagyon jó volt. Aztán 5-3 lett a vége, hogy bontsuk ketté ezt a mérkőzést, mert ha 5-0-val mennétek most bele egy derbibe, az azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, de egy is győzelemmel mentek végül is, csak figyelni kell a kapott gólokra. Ahogy mondod, igazából tényleg jó kezdtük a mérkőzést, tényleg korán volt is tudtunk szerezni. Én se hittem volna, hogy az 51. percre 5-0-ra fogunk vezetni. Igen, utána a figyelmetlenséget követtünk el ott hátul, és tényleg két szögletgót is kaptunk. Ezekre figyelni kell a Fradi ellemeik, tényleg könyörtön ki fogják használni a hibáinkat, de örülünk a győzelemnek, így szerettünk volna hangolni a derbire. Dupláztán, de lehetett volna a tripla is, nagyon pici múlt. Igen, de nem lehetek telhetetlen, örülök a két gólnak, a két góla tudtam segíteni a csapatot, nyertünk, most ez a legfontosabb. Azt gondolom, meghallottok is, hogy futballőrület van most Újpesten, jó formában vagytok, és ott jön a derbi. Nagyon-nagyon régen volt olyan, hogy mind a két csapat, a Fradi és az Újpest is a dobogóról várja ezt a derbit. Mennyire volt már bent a fejekben azért itt az elmúlt napokban ez? Egyértelműen csak erre a kecskeméti mérkőzésre koncentráltunk, a derbivel csak jövő héten foglalkozunk. Most ez volt a legfontosabb, hogy itt győzelemmel hagyjuk el a pályát, és ez sikerült is. Minek köszönhető ez az 5-0-as előny? Hogy készültetek, ugye te válogatottnál voltál? Úgy gondolom, most minden helyzetünket tényleg óra tudtuk váltani, tényleg jó mentünk át védekezésből, támadásba, 5 gólt is rúgtunk, de viszont ahogy mondtátok ti is, utána 3 olyan gólt kaptunk, tényleg ami elkerülhető lett volna, és tényleg a szögleteket tényleg azt ki kell küszöbölnünk, és javítanunk a következő héten, hogy a Fradi ellen legyen ilyen problémánk. Támadásra még mit lehet javítani? Hát, hogy 5-0-nál tényleg ne kényelmesedjünk el, és még rúgunk rá még 2-3-at, amennyit csak tudunk igazából tőleg. Itt a figyelmetlenség és a koncentrációt mondanám, hogy ne álljunk le 5-0-nál, amennyit tudunk, annyit próbáljunk rúgni. Te milyen hangulatba tértél vissza a válogatottba? Mit hoztál nemzeti csapattól ide Újpestre? Egyértelműen a szerb győzelem az tényleg hatalmas feeling volt a stadionban ünnepelni. A litván mérkőzés sajnos nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, azért visszatudtuk hozni a mérkőzést 2-2-re. Azzal kellett most beérnünk, de majd készülünk a bolgár elleni mérkőzésre.